Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás október 27-éig. Hétfő. A hétfői napon a hold uralkodik, és itt látható a hold szimbóluma. Mi történik ezen a napon, mire kellene odafigyelni, megnézzük, hogy mit mutat ez a kártya. Szükséged van, vagy neki, a biztonság érzetére, ahol le lehet horgonyozni. Ez a horgony jelenti a munkát, a munkahelyet, a hivatást is. A keddi napon Mars bolygó uralkodik. Itt a gyermek jelentheti a gyermekeket természetesen, találkozás a gyermekekkel, vagy együtt dolgozol, vagy olyan helyen dolgozol, ahol gyermekek vannak. A gyermek jelentheti az ártatlanságodat, a fiatalos kisugárzásodat, vagy egy új kezdetet, például egy fontos döntést, egy új munkahelyet. A szerdai napon Merkur bolygó uralkodik. Itt a lilium virág jelenti a tisztaságot. Itt is látható az ártatlanság, vagy valami tisztázódik. Azon kívül vannak tiszta gondolatok, érzelmek, nem csak nálad, nála is. A csütörtöki napon Jupiter bolygó uralkodik. Ez a kép a felhőt szimbolizálja, valami még átláthatatlan, de azért legyen meg a türelem, hiszen hamarosan itt ebben a helyzetben tisztázódnak bizonyos dolgok. Vagy szerdán valaki tervezi azt, hogy közeledik hozzád, elmagyaráz valamit, tisztázni akar valamit, és akkor csütörtökön még úgy érzed, hogy valami átláthatatlan, de ez a személy közeledik, és itt tisztázódni fognak a dolgok. A pénteki napon Vénusz bolygó uralkodik. Milyen érdekes, hogy a német nyelvű heti jóslásnál itt a pénteki napon szintén a ravaszróka volt. Tehát óvatosnak kell lenni pénteken. Ez lehet egy hamis személy, aki figyelgeti úgy a dolgokat, irigy rád, hazudik neked, holott itt látható azért az ártatlanság, tehát nem róla van szó, hanem ez lehet egy másik személy a háttérben. Vagy amit a ravasz róka még jelent, és ezekre a dolgokra is oda kellene figyelni, ezek a negatív gondolatok, például ebből úgysem lesz semmi, nekem nincs soha szerencsém, vagy lehetnek negatív érzelmek és félelmek, vagy bizonytalanságok. A szombati napon Szaturnusz bolygó uralkodik. Itt látható ez a gyűrű, ezek lehetnek szerződések, bizonyos kapcsolatok, vagy hogy valaki visszatér hozzád. Szerintem itt két különböző személyről van szó. Az egyikben megbízhatsz, hiszen ártatlan, vannak tiszta gondolatok, tervek, érzelmek, akkor is, ha még valami átláthatatlannak tűnik, de van valaki még a háttérben, aki nagyon-nagyon ravasz, és figyelget benneteket, vagy rossz indulatú. Ügyelj a kapcsolatokra. A vasárnapi nap felett a nap uralkodik, és az itt látható középen a nap szimbóluma. Ezen a napon Regulus csillag hatása alatt állunk. Regulus csillag az egy királyi csillag, mint például Aldebarán,
Regulus az korábban jelentette a királyokat, az uralkodókat. Regulus az az oroszlán jegyében van, mégpedig az oroszlánnak a szíve. És itt szív ügyekről van szó, szeretetről, szerelemről, de az is fontos, hogy figyelj oda saját érzelmeidre, a szívedre, hogy mit sugall ez számodra, milyen elképzeléseid vannak. Én mindig úgy szoktam mondani, illetve összehasonlítani, hogy a szív az egy kincses láda. És ki kell nyitni ezt a kincses ládát, és ott minden benne van, amit szeretünk, amit kedvelünk. Ez lehet a párkapcsolat, ezek lehetnek családi kapcsolatok, ez lehet a hivatás, ez lehet az önszeretet, vagy mindaz, amit kedvelünk, például egy hobbi. Tehát erre kell majd vasárnap úgy odafigyelni, hiszen most megvan a lehetőség Regulus csillag hatása alatt, hogy legyen meg ez a szívnyitás. Itt a halak jelennek meg, jelentik az anyagiakat, persze a munkát, a hivatást is, hiszen ez összefügg egymással, de a halak jelentik a belső értékeket is. Azt is, hogy te megértemled azt, hogy megkapd azt, amit a szíved diktál, amit szeretnél, hiszen értékes vagy ehhez. És ez volt a heti jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép hetet, nagyon sok szeretettel, Denderá!